állam 2010-ben kezdtünk fölépíteni, az működik és sikeres. Ennek a modellnek van egy alapja, egy fundamentuma, és van három pillére. A fundamentuma egy 2011-ben elfogadott új keresztény alkotmány. Három pillér, amire épül a rendszerünk, pedig a következő. Az első a család, amelyet védeni kell, és amely világosan csak egy férfi és egy nő szövetsége lehet. A második pillére ennek a politikának az maga a nemzet. A harmadik pillér, amire a magyar politikai államkoncepció épül, azt mi úgy mondjuk, hogy a keresztény szabadság. Az olyan gondolkodású emberek, mint mi vagyunk Magyarországon, és önök itt ebben a sátorban, és még sokan Olaszországban, tudnunk kell, hogy mi kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben vagyunk a nép és az emberek között. És miután az ellenfeleink nagyok, gazdagok, erősek és jól meg vannak szervezve, nekünk egy igazságtalanul nehéz harcot kell vívnunk. A jó ügyért harcolunk igazságtalanul nehéz körülmények között.